Üdvözlöm Önöket, Szacsvai László, a nemzetszínésze, aki amúgy pályája elején volt a Nemzeti Színház tagja is, és aztán hát a Katona alapító tagja lett. A vendégünk Nomek Fülöp kutyája, egyszerűen szinte nem mozdul nélküle, majd mindjárt látják, most is ott van, már látják is, ott a lábainál. Ugye volt három vizsla, Soma, Báró, és hát ő a Fülöp. Honnan van ez az őrült kutya mániád egyébként? Hát ez több mint 30 év, ez a három jószág. Apu, a téren már mindenkinek van kutyája, csak nekem nincs, mondta a fiam annó, mikor kamaszodván. Hát mondom, fiam, neked nem is lesz, mert lakásban nem tartunk kutyát, mondtam én naív. Na hát nem akarom húzni a dolgot, a házban volt egy barátja, akinek volt egy vizslája, és az gyártott egy almot, és az alom elsőt fölajánlották megvételre. Hát aki látott kölyökvizslát, vagyis két hónapos, vagy három hónapos kölyökvizslát, az ha nem szeret bele, akkor semmi érzéke nincs semmihez. Úgyhogy velem is ez történt, hát halálosan beleszerettem, és hát meg is vettem egy kis nevelő célzattal, hogy egy kis rendszer, egy kis felelősségérzet, stb. És bevált? Egy frász. Két hét múlva lett egy kutyám. Hát, mert apu, még álmos vagyok, de le kell vinni. Jaj, apu, már később. Hát szóval lett egy kutyám, és hát a nagy hibát ott követtem, mert hogy halálosan beleszerettem, és egyszerűen rosszul voltam, a mással volt. Hát és azért viszem magammal, ahova tudom, ez mind a három vizslával így van, de hát iszonyú szerencsém van, mert hihetetlen jószágok, nem kell őket nevelni, vagy mindegyik értett a szóból elsőre, és rögtön. Hát kicsit előbb jött, mint ahogy megbeszéltük, és azt mondta, leugrasz még vásárolni, és azt mondta neki, hogy maradjon itt nyugton. Egy vad idegen helyen, hát soha nem volt itt, soha nem látott minket. Ott állt, ahol mondtad neki, még a farkát is csóválta, mint aki jól érzi magát. Bár én is jól akarom nem érezni. Hát te azért... Na, a lényeg az, hogy én úgy hívom, hogy Isten ajándéka. Aha. Van egy új mondásom, az Isten két dolgot ajándékozott az emberiségnek. Az egyik a kutya, amit bárki meg tud szerezni. A másik, csúnyát mondok, de van benne valami, a hirtelen halál. Van, aki évtizedeket szenved azért, hogy elmehessen. Most ezzel nem azt, csak hogy ez mivel jár a szenvedőnek, meg a körülötte levő embereknek, ha egyáltalán van. Szóval nyáron forgattam egy filmet, Valami madarak, ez a címe, és hát először meg voltam döbbenve, hogy öreg otthonba játszódik, és én voltam a főszereplő. Még nem jelent meg a film, úgyhogy nem tudok róla beszélni, egybe én se láttam, csak az utószinkront. Csak hát úgy szíven üti az embert, hogy ha valaki gondol rám, hát akkor öreg otthonban nagyon jól. De figyelj, téged ez, én emlékszem, biztos nem emlékszel rá. Interjút csináltam veled, amikor a Nemzet színésze lettél, ami, ha jól emlékszem, 2015. Tehát már elég régen. 5 éve. És a következőt mondtad, és ki se húzattad a cikkből, tehát arra, hogy a Nemzet színésze lettél, azt mondtad, hogy na, én is rákerültem a halálsorra. Hát ez így van, hát csak úgy lehet bekerülni, ha valaki elmegy. Hát igen, de hát az nem azt jelenti, hogy... Hát nem jelenti az, de hát hogy mondjam, hát most lehet, hogy nem látszik, de 76 éves vagyok. Látszik. Hát ez már akkor látszott, amikor
ingyen utazhattam a járműveken. Mentem le a metróba, hogy készítettem, hogy kéznél legyen a személyim, hogyha kérik. Akkor... Én már pont beleléptem ebbe a korszakba. Na most ott állnak az őrök a metró lejár, mozgó lépcső előtt, és már készítettem, hogy hát bizony én már itt tartok. Senki egy idő, tessék menni. Szóval látszik. Hát ez nem baj, hát az élet az ilyen. Az élethez ugyanúgy hozzátartozik. A születés, mindig ráírják a cigarettára, hogy halált okoz egy frászt. A születés okoz halált. Te nagy bagos vagy, mint a mai napig? Igen. 56 óta szívom. Hát most már hagyjam abba erre a kis időre. De mennyit? Hát egy dobozka elmegy. Igen? Körülbelül igen. Hát szeretek dohányozni. Hát miért ne csináljam, amit szeretek? Mit szeretsz még? Hát már sem. Tenisz? Tenisz, azt is szeretem. Nem tudok, de szeretem. De hát az ides tovább nem tudom, vagy 50 éve? Hát 75 óta játszom. Aha. Hát ilyen őrületes társak voltak. Hát Sinkó Laci vitt le pályára. Ungvári Lászlóval teniszeztem, aki egy helybe állt, lépés nem ment sehova, én meg még nem találtam el mindig a labdát. És azt mondja, átszólt, kolléga, kézreadást is teniszt, mert mindig a téket egy kicsit úgy megnyomta, ez egy jellegzetes beszéde volt. Tehát kézre kellett adni a labdát, mert ő egy lépés nem ment érte, csak... Hát aztán ott volt Suka Sándor, ott Bárdi György, akkor Tahitót László, akkor Dobrai a filmes, akkor játszhattam a Atina papájával, Papa Dimitriu Nikosszal játszhattam, akkor Andor Tamás operatőrrel is volt szerencsém, és hát hosszan sorolhatnám, amik nekem nagy élmények voltak, meg a Bazilides, hát Istenem. Zoltán. Hát ő is úgy ment a pályán, egy helybe állt, ő is a háló, ők párosoztak, én nem szeretek párosozni. Ott állt a hálón, és ami odajött, azt mindig le tudta ütni. Viszont az ötös buszhoz már a görbe lábaival, így 5 méterenként megállva ment ki. Ilyen nagy öblös hangú színész volt, tehát jó nagy természetű is. Igen, igen. Hát ő a Bazilides Mária volt a híres operaénekes a mamája. Uh-huh. Úgyhogy hát ez egy fantasztikus hely volt, a sportuszodáról beszélek, ami a sportuszoda mögött volt 3 pálya, és pár évvel ezelőtt voltam a szigeten, elsétáltam odáig, azt hiszem a Fülöppel, és hát nem viccelek, elerett a könnyem. Autóparkoló van a teniszpálya helyén. Ez szomorú. Hát egy korszak végképp lezárá. Jó, hát azóta nem is ismernék rá a sportuszodára, ha... Járokodám. Hát én is járnék, csak már ilyen vízesportokat kerülöm. Na de annyi az, műtétem volt, hogy ez már nem fér bele. Hogy ilyen nagy színészekkel játszottál már a pályád elején. Tulajdonképpen az annak is köszönhető, hogy sikerült ráérettségizni, és én most olvastam, én halálra rögtem magam, hogy matekból úgy érettségiztél, mert nagyon nem ment senki, semmi, és akkor az érettségi elnök mit tud, fiam? És erre te egy Kosztolányi Dezső verset adtál elő, vagy mondtál el, és erre megkaptál. A Kosztolányi Dezsővel kaptál egy matek kettes. Szegény azért ez oltári. Panaszait mondtam igen? el, igen. Abból a mostan színes tintákról álmodom cím verset. A mai napig is azt hiszem, ez az egy vers, amit még tudok. Hát de rengeteget tudtam. Mondasz belőle valami? Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet e tintával írnék egy kisleánynak, akit szeretek. Krix, krakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós kedves madarat, és akarok még sok más színű tintát, bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz, és ezer, és kellene még aztán millió tréfás lila, borszínű,
néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító, és kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány. Akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkora kapuhaján. És akarok még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék. Mindig-mindig írnék. Kékkel húgomnak, anyámnak aranyjal. Aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal, és el nem unnám. Egyre-egyre írnék egy vénytoromba szüntelen, oly boldog lennék, Istenem, de boldog. Kiszínezném vele az életem. Hát tőlem is megkaptad volna a matek kettest. Köszönöm szépen. És hogy örültem, amikor én megkaptam érettségén a matek kettest, pedig nem is mondtam verset, de... Ezt a sztorit elég sokszor elmeséltem már, de azt hiszem... Én most a veszem először is szavalva még nem. Ja, hogy szavalva, ugye? Igen, hát, ki, hogy na, kérték hát, is a verset. Na, hát ezt akkor... én egyébként volt egy nagyon régi történet, még ha jól emlékszem, a mostani kongresszusi központnak hívják, ott van a... Igen, van olyan. Na mindegy, hát ott volt az év lemeze díjátadó, és megjelentünk, Máté Gábor mondta a bús férfi panaszait, én meg a szegény kisgyermek. Máté Gábor, akinek ugye Kosztolányi estje is hát van. Ezt tudom, de ez igen. Az év lemeze lett abban az idő, nem tudom hányba, az év lemeze volt irodalomból, tehát verses lemeze. Úgyhogy ez nagyon, hát egyrészt Kosztolányit nagyon szeretem. Hát a Gábor többet hozott ki belőle, mint én vagyok egy ilyen összeállító. Nekem volt egy Benedek Miklós által szerkesztett estem Szépernőről, Pianino címmel, és hát ment a sufniba, ment. Katona sufniába ment, hát sajnos nem tudom már hányat ment. Nagyon rosszul esett, mikor mondták, hogy hát nem lehet rá szervezni. Hát amit nem szerveznek, arra nem is jönnek, amiről nem tudnak, arra nem jönnek az emberek. Szóval mindegy, de hát volt nekem is egyszer egy önnem. Még kíváncsi voltam, hogy egyrészt megbírom-e tanulni, több mint egy órás est volt, hogy végigbírom-e csinálni. Ma már nem biztos, hogy menne. Uh-huh. Hát ez nem tudom, legalább, hát pontosan nem tudom, de kb. 8 évvel ezelőtt volt. Ugye beszéltünk arról, illetve a konfban mondtam, hogy a Nemzetiben is voltál. Hát az 71-től voltam a katonáig. De még a színművészeti előtt is voltál, mert hát ott stúdiós volt. Ja, hát igen. És azt mondtad, hogy ott tanultál a legtöbbet. Hát, mert akkor beállhattál statisztálni. Hát de minden este színpadon voltunk, hát annál nagyobb tanulási lehetőség nézni azokat az óriásokat, akik ott voltak, Sinkovics, Kálai, Major, Gobbi, Töröcsik Mari, Őze Lajos, hát nem akarok Kálmán senki. Kálmán Imre. Kálmán György. Kálmán Györggyel ülhettem 20 percen keresztül egy hordóba, női ruhába. Az mi volt? Ez a Rosenkrantz és Guildenstern halottban. Ő volt a színész király, én meg Alfred, a korabeli, hát meleg fiú, aki a női szerepeket játszotta. Én voltam Ronyec Mária pandantja. Ő játszotta, hát nem tudom. Le voltatok kettőzve tényleg a Ronyecet? Hát ez a, nem tudom, mennyire ismered a Rosenkrantz és Guildenstern. Hát láttam egy párszor. Na jó, de hát ez nem, ez a Hamlet, de a két Rosenkrantz és Guildenstern szemszögéből. Tehát a két epizód figura. Hát ez egy stoppál darab. Van középpontba állítva. Igen, és hát az ő szemszögükből van, de hát a Hamletben is van a színészek, mikor jönnek, akik eljátszák Hamlet utasításai szerint azt a történetet, amit ő erősen gyanakszik az apjára. Uh-huh. Vagyis a mostani királyra, aki megölte az apját. Na, mindegy, hát a lényege az volt, hogy
a második felvonás úgy kezdődött, hogy utazunk, a Rosenkrantz és Guildenstern, Sinkovics Imre és Avar István egy hordóba, már úgy megy rájuk a függönyöt, elkezdődik a jelenet, és nekünk 20 percet kellett ülni egy hordóban, mert függöny nélkül mi előbb bukkantunk a hordóból. Na most nekem széles abroncsos szoknyám volt, mellszőzetem le volt borotválva, gyönyörű műszempillám volt, egy az egyben a Ronyec Mari ruhájával hasonló volt rajtam. Annyira megvoltam magammal elégedve, lementem a takarásba, mikor hívás van a színpadra, és akkor még voltak tűzoltók a portálnál, hát mind a két oldalt egy-egy tűzoltó, ha valami baj van, akkor szakember ott legyen. És a tűzoltó fölállt a székről, és a művésznő átadta nekem a helyet. Akkor mondtam, akkor jól néz. Akkor hiteles. Hiteles vagyok. Na most viszont a hordóba be kellett szállni, és hát csak úgy tudtuk megoldani, hát akkor én voltam 20 éves, mennyi lehettem, 23 talán. És csak úgy tudtunk beszállni, hogy én előbb beszálltam a nagy szoknya, és akkor Gyuri meg mellém kuporodott. Amit én ott kaptam tőle, hát már rettegtem, mikor ment a darab. De előadás közben mondta magáért? Tehát nem, hát közben is, de hát ez mit csinál? Előttem megy be a taknyos főiskolás, hát még főiskolás se voltam, azt hiszem, de lehet, hogy már főiskolás, nem tudom. De hát ott töltöttem a gyakorló évet. Na most, amit, na, kolléga, én most alszom egy kicsit, figyelje a végszót. Igen, igen, igen. Éreztem, hogy jön közeleg a végszó, megbögtem, művész a végszó, miért nyúljon hozzá, amit el tudsz képzelni. Hát megőrített, hát én úgy rettegtem az egész, tehát pedig hát boldog voltam, amikor először visszaköszönt, aztán elrögte magát, és aztán abba hagyta az én piszkálásomat. De hát nagy iskola volt. De hát fegyelemre tanított, és hát egyáltalán azt a boldogságot, hogy a Kálmán Györggyel. Hát stúdiós koromban Kálmán György, Váradi Hédi bűnbeesés után én lehettem az a fiú, aki egy padon ülve a könyvből leskelődik. Hát majdnem 20 percet voltam Váradi Hédivel, Kálmán Györggyel egy színpadon. Mint stúdiós. Hát elképzelhetetlen volt az egész, de hát nagyon szerettem. Aztán később, hát Váradi Hédivel aztán játszottam is, Kálmán Györggyel forgattam a Szász Péter filmbe, csak nem, professzor a frontra megy, megvan. Én voltam egy atamán, és hát egy átállási szünetben, hát a Kálmán Gyurival nem lehetett csak úgy bratyizni, fiatal. És akkor olyannya volt, és ott az átállásra várva egy kövön, vagy nem tudom, mint lépcsőn ültünk, és hajlandó volt velem beszélgetni elég hosszan. De az egész úgy zajlott, hogy ő mesélt életéről, meg egyáltalán. Hát ez nagy boldogság. De hogy állítólag téged mindenki befogadott, kivéve Básti Lajost. Hát de, hogy hát ezt hogy is még? Már annyiszor elmeséltem. Nem baj. Jó, van, akkor elmesélem még. Hát a Tosztonogó féle revizorról van szó. Volt benne egy jelenet a darabban. Amiben te voltál, bocsánat. Ja, hát én voltam Klesztakov, aki ismeri a darabot. Básti Lajos volt Jápkin. Na most van benne egy rész, a városi sétának volt elkeresztelve, amikor a revizort, és a Klesztakovot végigviszik, a kórházat megmutatják neki, meg mit tudom én, még miket mutatnak, és hát itatják, és próbálnak kedveskedni. Kálmán, Kállai Ferenc, Raksányi Gellért, Horkai János, Rajz János, Horváth Józsi meg szaladta a kocsi után,
mutatva, hogy haladunk, mert hátulról a díszítők mozgatták a kocsit, volt ennek egy megfelelő zenéje, és ottan énekelnek nekem, gitároznak, én meg részegen fekszem az ölükbe. Na most Rajz Jani bácsi így párnával a cipőmet szorította az arcához. A fejemet Bástinak kellett volna fognia, de a taknyos főiskolás fejét nem fogom fogni egy párnával. Hát én nem mertem szólni, hogy a Básti művészül nem fogja a fejemet. Hasizomból kellett lazár részemnek lenni, mert itt kellett tartanom maga, és közben meg elalél. Snit. Ez ment a próbákon, elérkezett a bemutató. A bemutatón éreztem, hogy valami nem stimmel ebbe a jelenetbe. Mi az Isten van? Miért nem? Fogta, elkezdte fogni a fejemet. És hát na, számomra ez volt a legnagyobb dicséret, hogy a Básti elfogadta, hogy én partnere vagyok, meg egyáltalán. Beszélgetni már nem nagyon beszélt, de visszaköszönt. Hát, az nagy szó volt. Hát de 70-es évek, ez 73-as ez a történet. 73-ban zajlott. De... Más volt a világ, más volt a közösségbele való részvétel, más volt a... Hát olyan hatalmas színészek voltak abban az időben a Nemzeti Színházban, és a Vígbe is, meg a Madácsba is, meg a Táliába is, hát soroljam, hát aki élt akkor, az biztos ismeri a felhozatalt. Hát ez, és más volt a hozzá, hát Őze Lajos, akkor lehetett a 30 körül, és Lajos bácsinak hívtuk. Tényleg? Lajos bácsi volt. Egyébként neked hát ez a Lesztakova, ez nagy ugrás volt, mert ugye ez egy veszett jó előadás volt, és a Tovsta maga egy nagyon híres. Hát az volt a korabeli volt... keleti blokk, hogy én mondjam, hogy értse. Hát a keleti blokknak ő volt akkor a legelismertebb. És ő kiszúrt, tehát azt én jól tudom, hogy a színház nem téged akart Lesztakovnak, és ő megnézett előadást, és azt mondta, hogy ő. És akkor még mindig le akarták róla beszélni, hogy hát ez egy kis főiskolás, mit tudom én, vagy már nem voltál főiskolás, kis epizódista. Már három éve voltam, és két éve voltam a tagja a színház. Na, azért mondom, de hogy ez egy kis epizódista, tehát nem van ennek ekkora főszerep. Hát, és akkor ő azt mondta, hogy nem, és kötötte az ebet. Mondott neked valamit egyébként, hogy miért akart téged annyira? Na, történet röviden. Én a tévébe dolgoztam, egy versműsorban, azt hiszem Harsányi Gabival, meg még nem tudom ki volt ott, és a gonosz Horváth rendezte. Horváthi Jenő, Horváthi Jenő gonosz. Igen, hát csak ez volt a beceneve, vagy hogy mondjam, bocsánat. Nyílik az ajtó, ég a piros lámpa, felvétel van, egyszerűen nyílik az ajtó, és bejön egy ember, hogy a Szacsvainak telefonja van. Hát piros lámpán műteremben nem szoktak bemenni, hát mi az, hogy... Hát először azt hittem, hogy meghalt valakim, vagy mi, vagy miért nem lehet megvárni, még felvét. Jó. Kimegyek, hát akkor még nem volt mobil, ugye. Kimentem, ott lógott a telefon, fölveszem. Igen, Szacsvai László vagyok, tessék. Itt Parton Endre vagyok. Ő volt a főrendező, ugye? Igazgatója volt abban az időben már. Hol van most? A tévében egy versműsor. Ha végzett, akkor jöjjön be a Nemzeti Színházba. Jézus, azt hiszem, ki vagyok rúgva. Hát miért kell be a hirtelen? Azt mondja, meg tud kapaszkodni? Mondom, meg. Fogja? Mondom, fogom. Maga játssza a revizort. Hát meg kellett kapaszkodni egy hirtelen. Végeztem a tévébe, rohantam be a Nemzetibe. Fisi néni a portásot ült ezen. Tessék fölmenni a házi színpadra. Ilyen hangja volt Fisi néninek, amikor taxit rendelt, akkor halló, taxi. Megismerte a hangom, mondta a diszpécser. Na mindegy, föl kellett mennem a házi színpadra.
ahol a következő gép fogadott, egy hosszú asztal, csomó székkel, Benedek Árpi, Major Marton, Simon Zoli, Bodnár Sándor, Tatár Eszter, Király Maria Tolmács, aki hát fantasztikusan tudott oroszul, azt hiszem ott élt sokáig, Tosztonogov, Aksionov középen, a segédrendezője, Doba Ferenc a párt részéről. Na, hát egy ilyen tanári kar, és előttük egy szék, egy jegyzetfüzettel, meg egy ceruzával. Na, mint Nyilas Mihály Debrecenben le kellett ülnöm a székre. Ta Szacsvai, mondta Marton, maga játssza a revizort. Ezt így mondta Lesztakovra, hogy revizor? Hát a darab címe revizor. Igen, hát igen, szóval azért igen, mondom igen, így, igen, hát Lesztakov, igen. Tudja, hogy ez mit jelent? Hát akkor abban az időben még, ez 73-at írunk, hát akkor még szovjet elvtársak, meg minden, orosz rendező van itt, hát hogy tudom-e, hogy kell viselkednem, tudom-e, hogy kell, szóval hát milyen kioktattak, hogy hogy kell megjelennem, meg hát szóval... És hogy kell megjelen? Nem, hogy kell, hát ahogy voltam, volt egy farmerem, hát, miben jelentem volna. Na mindegy, egy darabig a fejtágítást hallgatták, aztán a Tosztogov mondta, na vó. Ezt felejtsük el, és elkezdett beszélni a revizorról, Gogoly revizoráról, hát ami a lényeg. És ezt én jegyzeteltem, nem tudom, már keresgéltem, még mindig nem találtam meg ezeket a jegyzeteket, mert nagyon hasznos írás lenne számomra. Tudnék, ez a második főiskolám volt, a velük eltöltött két hónap. Vagyis Aksionovval, mert hát a Tosztonogov lerendelkezte, aztán elment, és premier előtt egy héttel visszajött megnézni, hogy mit csináltak, és ami még javítani való volt, azt kijavította. És én ott egy teljesen új világgal ismerkedhettem meg, hogy hogy kell egy monológba belekezdeni, fölépíteni, hogy kell tovább menni, ha az ember ront valamit, az tovább. Szóval rengeteg olyan mindent, amire a főiskolán nem is hallottam. Úgyhogy hihetetlen sok élményem van, hát egyet például Raksányi Kutyu, ő játszott a Zemjanyikát. A városi orvost. És még egy újdonság történt, hogy ki van írva a próbatáblára, hogy este 6-kor próba. Ez ismeretlen fogalom volt a színházban. Hát délelőtt van, 10-től 2-ig van a próba, este játszunk. Hát aki nem játszott, az meg a házi színpadon próbálnia kell. Hát ez egy új, azóta volt a Nemzetibe. Kaposvár az egy másik történet, de az egy másik történet. Akár hajnali 3-kor. Akár hajnali 3-kor, vagy mit tudom én, sőt, mikor már lement egy darab utolsó, akkor Aser még tartott megbeszélést vissza a buszon. Hát ez is egy ottani történet. Na, de hát a Nemzetibe ez nem. Básti azt mondta, kérem, amit 2-ig nem lehet megcsinálni, kérem, az lopicsa. Ezt mondta. Soha nem jött be egyetlen esti próbára. Ő megte, hát ő volt a Básti Lajos. Hát ez egy másik Raksányi Kutyú. Nem tehette meg, hogy nem jön be az esti próbára, viszont mint az Albánsza már úgy be volt rúgva. És meg, úristen, ebből baj lesz. Kutya már ott volt 6-kor, én már 6 előtt már ott voltam. Ugye Kutyú volt a becenevet. Akkor Raksányi jelét Kutyú. Igen. Hihetetlen erővel rendelkezett, tehát erről is nagyon sok történet van. Hát csak csapongok itt össze-vissza, de egyszer meghívott feleségemmel voltunk nála Györökön. Ott volt két háza is állítólag, és tényleg, én megérkeztem Györökre, hát gondoltam, hol lakhat a kutya, hát bemegyek a kocsmába, megkérdezem, mondjuk némi ismertem kutyát, vagy a kocsmában biztos ismerik. Hát melyikbe akar menni, a tópartiba, vagy föntibe? Hát mondom, a föntibe. Hát megérkeztünk, és egy hatalmas nagy zöld füves telek, ott egy parasztház,
és megálltam a kocsival, dudáltam, kutya hajhálóba, fürdőköpenybe jött ki, és Szacsi, Szacsi, és megfogott, és így fölemelt, és így vitt be, akkor is olyan 75 kiló voltam, így vitt be a feje fölé emelve, hogy megérkeztem Györökre. Szóval imádni való ember volt, én nagyon szerettem őt. Na de ott egy kicsit más rosszul viselkedett, úgyhogy megjött Aksionov, a rendező, a Király Mari tolmács, meg a Sugó, meg hát akik próbát tartják. És nagyon meleg volt, tél volt, de nagyon meleg volt a házi színpadon, és Aksionov levette az akkóját, karfára tette, és elkezdte felgyűrni az ingét. Na több se kellett a kutyának, az akkó le, ő is föltűrte, azt hitte, hogy verekedni akar. De hát nem támadott rögtön, hanem vett egy széket, és a karfáján erőkézen állást csinált, demonstrálva, hogy láss, hogy kivel van dolga. Hát aztán ahányan voltunk, megpróbáltuk a kutyut lefogni, hát el is kellett paterolni a próbálat, másnap aztán sűrű bocsánatkérés, meg hát be volt nyomva, hát és ezt váltotta ki. Mondom, más idők voltak. Hát ott a Nemzeti mellett volt, hogy hívták azt? Csemői. Igen. A meg a Színház hát Presszó. Az, igen, de hogy rögtön a, tehát kiment az ember a művészbejárón, akkor rögtön ott volt egy krimó. Hát az, arról beszélek, igen. A Csemői, csak igen. Át kellett menni igen. A túloldalra. Igen. Hát ott lehetett kolbászozni, meg jó kis borocskákat, meg így. Aztán volt a Színház Presszó, egy kicsit följebb, Dohány utcában, vagy Veselény utcában, és arról is van egy élményem Őze Lajcsiról. Próbáltunk, elromlott a kávégép a büfébe, és lementem a presszóba egy kávéért. Hát akkor még úgy lehetett kávét, hogy pénztárba vett az ember blokkot, és a blokkkal kellett menni a pulthoz, ahol főzték a kávét, és nagyjából üres volt a presszó, hát akkor ilyen pultos könyöklők voltak, mint berendezés, az ablak előtt is volt egy ilyen pult, és látom, ott áll a Lajos. Hát én mertem oda menni hozzá, ki volt téve elé három, vagy cseresznye, vagy vodka, hát ilyen szintelen ital. Hát mondtam, nem mertem oda menni, hogy együtt kávézunk, hát biztos vár valakit. Nem várt senkit. Megfogta az egyiket, lenyomta, végig szaladt rajta. Megfogta a másikat, harmadikat, és ment vissza próbálni. Most ebből nekem teljesen világos volt, hogy a Lajos nem alkoholista, hanem kompenzál. Iszonyatos fájdalmai voltak, hát 16 évig élt Hodgkinnal, az mirigyrák, úgy hívják, egy kortyital tilos. Viszont próbálni kellett, és ezt én nagyon becsültem, ezt a fajta magad, mert a Lajos egyébként fantasztikusan tudott próbálni. Na most az alkohol az meg olyan, hogy sokszor győz. Én végigcsináltam az éjjeli menedék egy próbáit, végig kellett ülnem, a Zsámbéki Gábor rendezte, akkor már ott voltak, mint főrendezők abban az időben, és Lajos játszotta a színészt az éjjeli menedékhelybe. És én tartalékban erkélyen kellett ülnöm, végignézni az összes próbát. Hát csináltam. Na, elérkezett a Zsámbéki megérzése. Hát Lajos egyik előadással nem tudott bejönni. Viszont én tudtam már a szerepet, és be kellett ugrani. Beugrottam, azt hiszem talán kétszer, vagy talán háromszor játszhattam, mert Lajos gyorsan meggyógyult. Hát ennél nagyobb dicséretet. Híre ment. Valószínűleg megtudta, hogy jó vagyok benne, gyorsan meggyógyult. De jó, hát ezek is régi. Neked is volt, és azért merek róla beszélni, mert hogy te nyíltan, sőt még valami a prostatarák gyógyulásának nagykövete, vagy nem tudom minek mi volt. Tehát, hogy te nyíltan beszéltél erről, hogy másokon segíts, de hogy volt olyan állítólag, hogy
hogy pelenkával játszottál. Hát hogy? Tehát, hogy hát az vele jár, hát az inkontinencia az jó barátja a műtéteknek. Hát nézd, hát muszáj volt, egyrészt játszani kellett, meg ha már vissza, hát azért több mint egy hónapig voltam, azt hiszem két hétig voltam kórházban, aztán a lábadozás, az intim tornák, meg hát persze az intim tornák, annyira meg akartam gyógyulni, hogy rögtön kaptam egy sérvet, amit megint meg kellett vitteni. Akkor, hát mert szóval, hogy annyit tornáztál? Hát erőltettem a dolgot, ja, hát órákig csináltam a gyakorlatokat, hogy hogy álljon a vizelet helyre. Uh-huh. Hát az van egy reflex, amit újból be kell indítani. Hát ez, sőt, hát jártam elektromos kezelésre, meg stb. Van további történet is, de hát azt most már hagyjuk. Hát ez a pelenkás színjátszás, az megtörtént. Játszottam szomorú vasárnapot pelenkába, meg két első takarásban volt egy-egy kacsa lerakva, hogyha muszáj, akkor ki tudjak menni. Hát ezeket azért csináltam én, mert egyrészt, ha már utolért ez a vég, és életben maradtam, akkor tartozom annyival magamnak, hogy megpróbálok tovább. Hát ez 15 éve volt, vagy még több. Úgyhogy egy kicsit már tovább tudtam létezni. Hát a minőség az változik. Aki járatos a dologban, az tudja. Hogy mondjam, meg az, hogy én miért voltam ezzel kitárulkozó, hogy így használjam a kifejezést. Hát még elég ez a teher. Most még cipeljem azt is, hogy tagadnom kell, vagy hogy eltitkolnom. Fölösleges. Ahogy kimondja az ember, akkor megkönnyebbül. A befogadó réteg is. Ja, hát igen, a szacsvai, akinek volt ez a baja meg. Hát legyőzte a rákot. Hát ilyen leveleket kaptam. Tessék meggyógyítani az édesapámat. Izaura effektus. Igen, hogy azt hitték, hogy hát, akkor... Igen, meg az, hogyha én túl, akkor hogy tetszett túlélni? Hát iszonyú sokan pusztultak el. Tudnilik, nem kifejezetten a prostatarákba, hanem ez a szerv olyan helyen van, hogy iszonyú közel van a nyirokrendszer. És ha belekerül már kilép a prostatába a rossz indulatú daganat, mert más a prostata probléma, és más a daganat, pláne a rossz indulatú. Most már azóta rengeteg újfajta kezelés van, sokkal több gyógyult ember van. Hát nekem kivették. És ha bekerül a nyirokrendszerbe, szétdobja. Agydaganattól, tüdőrákon át, májra, mi bármit lehet kapni. De neked van egy... Hát ezt én tudom, Tímár Béla, Vámos László, Kozák Andris. És tehát Tímár Béla milyen fiatal? Hát ezek mind prostatából induló dolgok voltak. Hát talán az ő idejében nyilván nem volt a fejlett az orvostudomány. Ma már nagyon sok mindent tudnak. Neked van egy elméleted, hogy a humor a legjobb gyógyszer? Hát és... Nincs mellékhatása. Kérdezem meg kezelőorvost. És tényleg a kórházi ágyon röhögtetted a dokikat? Hát nem röhögtettem, hát az első vizit. Romics professzor, drága, nem tudom, jól van-e, mert azt hiszem, ő is beteg. Bejött, hát én a klinikán műtöttek. Hatalmas sleppel jött, mert ott jönnek ilyen, hogy hívják, akik még nem orvosok, rezidens. Hát egy csomó rezidens, nővérek, meg hát egy nagy tömeg jött be, VIP szobám volt, külön terem szobám volt, és hát nem nagyon szeretek beteg, ki szeret, hát de én próbáltam, és már a műtét után, mikor már föl tudtam kelni, mert hát voltam egy pár napot intenzíven, stb., hát ma, hogy ez belejár, és már a kórteremben már másnap kiültem a fűtőtestre. És hát két cső, két zacskó, hát fölteszi Romics professzor azt a fantasztikus kérdést, amit én tudtam nem sokkal.
hogy van? Hát mondom, köszönöm, itt ülök a hidegkövön, himbálom a retikülőt. Na, hát fetrengedve, rögve mentek ki a slep, úgyhogy ez volt az első vizit. Nem tudom, ez, hogy mondjam, a bajok, hogyha még az ember bármi történik, hát egyetlen dolog van a humor. Ember tragédia. Komédián, a tragédiának nézed? Nézleg ott komédiának, és múlattatni fog. Csak egy mondat. Másik, amit nagyon szeretek. Hegedűn játszik a koldus. Londoni szín. Ádám kérdez. Tetszik, amit húzasz. Dehogy tetszik, dehogy tetszik. De élnem kell, és nem tudok mást. Hát ezek ilyen alapmondatok, amit, hát több, legalább százszor voltam az Ember tragédiájában, stúdiós, meg főiskolás, fantasztikus szerepeim voltak, hogy ne hagyjátok beszélni nyelve, sima, mint kígyó, fogjátok el szabadságunk nevében, mondja Tilla Tilla, mint valamely, azt hiszem, Robespierre. Most jövök én, a tömeggel, ne halljuk őt, vesszem! Hát vagy a másik. Sinkovics Imre játszotta, és hát én akárhány tragédiát megnézek, Sinkovics, Váradi és Kálai. A Kálmán György hangján hallom, néha a Major hangján, mert ő is játszotta Lucifer. Csontvász kijön a díszletből. Ki vagy te rém? Én az vagyok, ki ott lesz minden csókodban, minden ölelésben. Hát ezek... Hát mikor volt? 60-as évek óta benne vannak a fülembe. És hát például Szegeden néztem az Ember tragédiáját. Egyszerűen, mintha fülhangató lett volna a fejemen, és a Sinkovics és Váradi Édi Kálmán György hangján hallom. Hát az, akkor voltam a legfogékonyabb korszak. Akkor hát én szájtátva bámultam ezeket a fantasztikus. Ez természetes emberek. Volt, hogy átmész a katonába? Hát azért volt természetes, mert oda hívtak, a új vezetés a Nemzetibe nem Rám kérdezte meg, hogy akar. Hát ők hívtak. És hogy mondjam, hát azt hiszem Vámos László volt igazgató, utána is abban az időben haláláig azt hiszem, de hát lehet, hogy nem tudom már ezeket a dolgokat pontosan, de hát oda kell menni, ahova hívják az embert, és hát egy 30-an mentünk át a katonába. Hát most maradjak ott idézőjelben az öregekkel, fiatalon, hát persze, hogy megyek a fiatalokkal. Hát, és hát beutaztad a világot. Hát az egy külön szerencse, vagy nem is tudom minek véljem. Hát alapító tag vagyok, és hát a legnagyobb ajándék ebből a 40 évből, ami azóta eltelt, hogy tényleg a félvilágot bejártuk abban. Főleg a 80-as években rengeteget voltunk. De olyan helyeken, hogy nem is jártunk. Milyeneket? Hát Bogota, Caracas, Montevideo, Chicago, Izrael, Finnország, Svédország, Németországban számtalan helyen, Párizsban, Londonban, Bukarestben, szóval még Pozsonyban is. Szóval őrület. Hát csak, hogy azt veszem, az a mekkora vagyon lenne most, az a, csak az én repülőjegyeim egyben lennének. Hát szóval az egy fan. De hát azt hiszem minden akkori katonás erről a történetről fantasztikus dolgokat tud mesélni. És hát nagy élmény volt. Hát én... Hát ez nagy előadások is. Hát igen, hát ez a három nővér, a Übü király, a Platonov. A... Még az Ivanov is. Hát az is, Ivanov is, akkor a Ledarálnak eltűntem, az is sokat ment. Nem tudom még így pontosan, de hát a... Bodó Viktor. Igen. Hát én a Viktornál egy produkcióban voltam, de az
az nem utazott, az a Motel című produkció. Azt mondhatni, hogy megbukott, az viszonylag hamar lekerült, nem? Vagy majdnem? Tehát olyan... Nem is az, hogy meg... Hát ez egy nagyon érdekes dolog a katonában. Hát régen, hát például a Galóca, vagy a... Az egy veszett komédia. Hát elérte a százat, és levették. Miért? Pedig mehetett volna. Mai napig nem, mert már... A fele meghalt, aki benne volt, hát gondolok ki drága Végvárira, Hollósi Fricire. Nem tudom, hát ez egy... De Motel nem volt akkora siker, mint hát a ledarának. Nem volt. Tűnök, amiért egy nagyon izgis elő. Hát az egy, abba is egyszer beugrottam a Kumvili helyet. Mennyire, megint nem fogsz emlékezni, amikor szintén ebbe a nemzet színésze lett, és szintén ebbe az interjúba, azt is mondtad nekem, hogy hát odaadnád ezt az elismerést egy igazán jó szerepért. Tehát, hogy azért a katonában voltak olyan időszakaid, vagy nem tudom most, hogy van, amikor ilyen, tényleg ilyen néhány mondatok, amiket tudom, hogy szeretsz, meg tudom, hogy nincs kis szerep, csak kis hát ezek színész, mind vannak ilyen mondatok. De hogy közben meg nyilván lehet, voltak olyan érzéseid, hogy azért nem kezelnek értékeden? Ezt én nem tudom megítélni, hogy nekem milyen értékem van, vagy nincs. De nem is foglalkoztam bele soha. Soha nem kértem szerepet, viszont soha nem adtam vissza szerepet. Én vagy úgy vagyok ezzel, hogy hát, hogy mondjam, hát most már egy vén... Szar ember vagyok, hát 76 éves vagyok. Hol van az az ifjúkori lendület, meg energia, meg mit? Hát ezek csökkennek, hogy valaki 76 éves korában, még nem vagyok ugye 76, de nem sok, egy pár hónap múlva, ha megélem egyáltalán, de hát ilyenkor már nincsenek olyan vágyai az embernek, hogy mit. Na most minden összefügg az én neveltetésemmel. A színész pályafutásom első szakaszát úgy hívtam, hogy hapták színjátszás. Igen, főrendező úr, igen, igazgató úr, igen, világhírű rendező úr. Nem erre voltunk neve, hát sose felejtem el. Második Riárdot próbáltunk, Major rendezte, Őze volt Második Riárd. Én voltam Ómerl, a jó rokon, ami egy nagyon szarki szerep. De állandóan jelen van, mert a király slepjéhez tartozik. És az... Szacsikám az Isten, meg magát, ne szóljon közben, hát próbálunk. Hát igen, hát ezért akartam mondani valamit, vagy valamilyen. Tehát hát most bárki beleszól. Ezért mondom, a fiataloknak mindig mondom, gyerekek, a demokrácia, a színház halála. Miért? Hát mert végig kell hallgatnom mindenkit, aki hozzászól, még ha marhaságot mond, és megy el az itt. Hát kijöhet valami. Hát kijöhet, ha kijön. Hát sok helyen tud kijönni, sok minden. Szóval... hogy mondjam, az én meglátásom még, hát mondom, neveltetés. Ha nincs egy vezér, egyéniség, egy űrő, aki megmondja a jót, akkor ha ezt is meg kell hallgatnom, azt is meg kell, egyrészt fogy az idő, fogy az energia, hát valaki vegye a fáradtságot, és olyat mondjon, aminél nem tud senki jobbat mondani. Jó, ez is bonyolult dolog. Na de most mit akartam mondani? Elfelejtett. Hát ott tartottunk, hogy öreg vagy már. Hát és... de nem az, hát soha, tehát jó, hogy a neveltetésből igen, adódik. Igen. Tehát most mire nevelik a fiatal, legyél kreatív, és nyom, hát akkor nem lehetett beleszólni a dolgokba. Hát az volt, amit kaptál egy instrukciót, akkor azt meg kell... Ja, igen, ez volt, hogy tehát, hapták színjátszás, na, így neveztem, és hogy, utána mi jött? Hát utána jött az, hogy beleg, hogy, de hát én nem voltam ehhez hozzászokva, meg az, hogy én intézem a sorsomat, azt meg pláne. Hát olyan, hogy mondjam, hát rengeteg ember ismert, a legeklatáns például a Garas Dezső.
Hát ő fejből tudta a BTK-t, ami erre vonatkozik. Hát mindent el tudott intézni, meg el is intézett mindent. Hál' Istennek, mert isteni színész volt, és remek ember volt. De van, aki... Hát nekem azóta van egy új szlogenem, ami ugyan plagizáció, biztos emlékszel rá. Gelka, hívjon, jövök. Hát, igen, hát aki nem tudja a fiatal de, kedve, ugye de érted, mit akar? Igen, de az, hogy mit, tehát, hogy, az hogy... én esetemben mit akar? Hát soha nem próbáltam egy lépést se tenni azért, hogy kibrusztoljak magamnak egy szerepet sokakkal ellentétben. Nem tudom. Nem, hát más alkat vagyok, más típus vagyok. Világ életemben gyáva voltam, sírversem már rég készen van, féltem, amíg éltem. Hát szóval sok minden adódik össze egy ember életében. Mindentől, hát mit tudom én. Hát minden, semmit nem, azt hiszem, hogy semmit nem tudok megoldani, és rengeteg mindent megoldottam már életem során, sok mindent, de hát nem tudom, hűséges is vagyok bizonyos értelemben. Hát, voltam a Nemzetibe, voltam a Katonába. Slussz. Játszottam Szolnokon, Veszprémbe. Karinti színház. Karintiba, Turai színházba. Hát ahova Gelka. Hívjon, jövök. És hát a feleségedhez is. Hát hűséges. Jó, az egy más történet, hogy ki hűséges kihez. Most én a szakmára értettem ezt a dolgot, hogy hát van, aki ilyen, hát nem akarok megbántani semmit, senkit. A Katona József Színháznak olyan társulata volt az indulásnál, hogy az talán 100 évenként egyszer, ha elő, vagy nem tudom. Mert ritkán adódik, hogy egy színházhoz a nulláról lehet összeszedni. Úgy indult, hogy na jó, ma te játszod a főszerepet, én statisztálok, neked idézőjelben statisztálok, hogy nem én vagyok a főszerep. De olyan társulat volt, hogy a legkisebb szerepbe is bejött valaki. Tehát nem egy akárki jött be, hanem valaki bejött. Jó, de majd legközelebb én játszom a főszerepet, és majd te jössz be, mint valaki. Na, hát ez úgy zajlott, hogy most te játszod, jó, én... Hát aztán meg, hát megint ő játsza... Jó, hát megint ő játsza, hát állok rendelkezésre. És igazából én csapatember voltam mindig. Egy autó, ha nem működik benne a, akármi, akkor el kell vinni a szervizbe. Tehát egy csavar vagyok egy produkcióba, azt mindenféle tudásom meg akaratommal megpróbálom megoldani azt a csavart. De annélkül az egész nem az. Hát például eklatáns példa, megnéztük Londonba, na, hogy hiák a Velencei Kalmárt. Al Pacino játszotta. Fantasztikusan. És volt mellette egy társulat. Kik ezek? Hát azok olyan rosszak. Hát nem véletlen ő vett egy színházat magának, vagy kibérelte, válogatott magához társulatot, és eljátszotta a Velencék. Tehát ha nincs, hogy mondjam, hát a kis szerep az nem azért kis szerep, mert hogy legyen degradálva az illet. Hát régen hogy becsülték meg a epizódistákat? Gondolok itt Maklárira, a két Maklárira, gondolok itt Molnár Tibora, vagy sorolhatnám hosszan. Hát Maklári Kossuth Díjas epizódista. Tehát nem kilóra mérik. Én legalábbis így érzem. Sokszor, hát meg mire emlékszik a néző? Hát mindig egy valamire emlékszik. Mindig szegény anyám, ezt is elmeséltem, de hát muszáj elmesélni. Kifogyok lassan a történetekből. Anyámnak volt egy mondata, hogy nem is emlékszem, fiam, hol láttam valamit. Jaj, mi is volt a címe? Hát nem emlékszem. Egy dologra emlékszem. Valaki átment a színen, csuklott egyet, és azt mondta, ámlegetnek.
Ezek maradnak meg. Hát, hogy milyen volt XY, hát azt tudják a kritikusok, akik ezzel foglalkoznak, a néző, az valamire emlékszik. Jaj, igen, mikor, jaj, az a nézése, hát az hihetetlen volt, mikor, hogy miről szólt meg. Hát ezek eltűnnek a semmibe. A pillanat művészete a színház. Azokra lehet, aztán szubjektív vagy objektív. Akkor valaki a kritikára hallgat, valaki a szívére, valaki a szomszédjára. Hát mikor először láttam a Thália Színházban a Godót, nem volt rossz előadás. Azt hiszem, Nagy Attila és Inke volt a két. Inke László. És Gosztonyi volt, azt hiszem, Lucky. Na mindegy, János. Ott ül, stúdióba zajlott az előadás, és én is próbáltam megérteni, és aztán a nézőket néztem, hogy mindenki nézte a másikat, én vagyok hülye. Hát egy új dolog volt, amit nem értették, az abszurd színjátszást. És hát kívánom, hogy még sokáig gyakorold ezt a pillanat művészetét, és nagyon köszönöm, hogy jöttél. Én is köszönöm a meghívást. Önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Szacsvai László volt a Bótakafé vendége. Viszontlátásra.